A 89. Oscar-díj kiosztó gála a szokásoshoz híven most is látványos volt, idén sem hiányozhattak a szebbnél szebb ruhaköltemények a vörös szőnyegről. Az idei ceremónia mégsem a sztárok kinézete miatt, hanem az est végi baki miatt marad emlékezetes. A legjobb filmnek járó díjat ugyanis tévedésből először a Kaliforniai Álom című musicalnek adták át. For best picture. La La Land. A hibát gyorsan orvosolni próbálták, és másodszorra már a valódi nyertest, a Holdfény című drámát hirdették ki a legfontosabb kategóriában. This is not a joke. Moonlight has won best picture. Moonlight, best picture. Az egyik kiemelt kategória a legjobb film győztesét Faye Dunaway és Warren Beatty, az 50 éve bemutatott Bonnie és Clyde című klasszikus két főszereplője jelentette be. A színész azonban rossz borítékot kapott, ezért csúszhatott be a hiba. A legjobb férfi főszereplő Casey Affleck lett a Régi Város című filmben nyújtott alakításáért. I'm really proud to be a part of this community in general. I look out at all of you and I have this whole year and I'm just dumbfounded that I'm included. A nőknél a főszereplőnek járó elismerést Emma Stone kapta a Kaliforniai Álomban nyújtott alakításáért. A színésznő könnyeivel küzdködve vette át az aranyszobrot. This guy is a really beautiful symbol to continue on that journey and I'm so grateful for that. A legjobb férfi mellékszereplő díját Mahershala Ali a Holdfényben, míg a nőknél Viola Davis a Fences című drámában nyújtott alakításáért vehette át. A rendezők mezőnyében a mindössze 32 éves Damien Chazelle kapta az Oscar-díjat a Kaliforniai Álomért, amely 14 jelölésből végül 6-ot váltott díjra. A Régi Városért Kenneth Longren, a Holdfényért pedig Barry Jenkins kapta a legjobb eredeti, illetve adaptált forgatókönyvét járó díjat. Justin Hurwitz két elismerést is besöpört, előbb a Kaliforniai Álom zenéjét, néhány perccel később pedig a legjobb betétdalért jutalmazták ugyancsak a Kaliforniai Álom révén. Az Ügyfél című iráni alkotás nyerte el a legjobb idegen nyelvű film Oscar díját. A legjobb egész estés animációs film a Zootropolis állati nagy balhé lett. A dokumentumfilmek között pedig Ezra Edelman 467 perces munkáját, az O.J. Made in America címűt ismerték el.